Az ifjúsági Európa-bajnokság után mindössze egy nap pihenőt tartott, és ismét belevetette magát a munkába a glasgowi kontinens versenyen Newton ezüstérmet szerző Balázs Krisztián. A Ferencváros 16 éves tornászára kicsit több mint egy hónap múlva Buenos Airesben újabb megmérettetés vár, az ifjúsági olimpia. Magabiztosan mentem ki, és sikerült jó gyakorlatot bemutatnom, úgy, mint a kvalifikációban, úgy, mint a döntőben, és megmondom őszintén, a gyakorlatom után jobban izgultam, mint a gyakorlatom előtt, hogy a többiek mennyi pontot kapnak. Krisztián Glasgow-ban másodikként szólították a szeréhez, és bár a gyakorlatot követően ő is és edzője is tudta, jó pontszámot kapott, hosszú időn át tartott az izgalom. Vajon mire lesz elég a produkció? Ezt nem tudnám megmondani, hol izgultam, jó, vagy előtte, vagy utána. Nyilván a gyakorlat előtt nem volt időm izgulni. Ott pörögtek az események, perceken múlik a bemelegítés, a átvonulás, egymástán jöttek a versenyzők, tehát nem sok időnk volt arra, hogy mit tudom, akár körbenézzünk, vagy bármit csináljunk, azon kívül, hogy a gyakorlatra figyelünk. Amíg fönt volt a szeren, nagyon izgultam, az egyértelmű. Utána még ugye amiatt izgultam javarészben, hogy másodikként ment föl, és még volt 6 gyakorlat hát, és magas pontszámot kapott, amiből lehetett következtetni, hogy akár érem is lehet, de hát nyilván jöttek az erős versenyzők mögöttünk, tehát igazából itt a pontszámok miatt, a többiek miatt izgultunk, hogy mi lesz, hát 6 gyakorlatot ki kellett várni, az nagyon hosszú idő volt. Átgondoltam a gyakorlatomat, hogy még mind tudtam volna javítani, esetleg az aranyéremért, de tényleg úgy éreztem, hogy egy nagyon jó gyakorlatot csináltam, és remélem, hogy következő Európa-bajnokságon már anyagerőben is ott leszek. Júniusban voltunk Bakuban egy olimpiai kvalifikációs versenyen, ami azt jelenti, hogy az európaiak kvalifikálnak a junior olimpiára, és ott a Krisztián a 3. helyen végzett, nagyon magas pontszámmal. 2 orosz versenyző előzte meg, tehát hoztunk egy érmet, és azért az összetett pontszám az mutatta azt, hogy esetleg az Európa-bajnokság is sikerült akár jól is. Krisztián nem csak a siker, hanem a különleges atmoszféra miatt is jó szívvel gondol vissza Glasgow-ra, ahol amolyan olimpiaszerűen egyidejűleg tartották meg jó néhány sportág Európa-bajnokságát. Tényleg óriási hangulat volt, nem csak az edzéseken, nem csak a versenyteremben, hanem maga a városban is, amikor kicsit elmentünk sétálni, kikapcsolódni, tényleg bicikli versenyek, meg futóversenyek, és tényleg nagyon jó volt. Az ifjú sportoló mögött már most különleges életút áll, mivel eredetileg úszóként kezdte a karrierjét, és csak 8 évesen tért át a tornára. Egy iskolai toborzón figyeltek fel rá, hogy a testfelépítése alapján alkalmas lenne a sportágra. Azt szeretem, hogy minden edzésen tudok valami olyat találni, hogy ne legyenek unalmasak az edzések, és minden edzés fel lehet dobni valamivel. Ha mással nem is, akkor a társasággal mindenképpen. A Nemzeti Tornacsarnokban olyan klasszisokkal készülhet együtt, mint a lólengés olimpiai bajnoka Berki Krisztián, akire Krisztián példaképként is tekint. Igaz, az ikon tanácsaival együtt sem érzi úgy, hogy valaha is lovon lesz majd a legjobb. Nem, nekem annyira nincs jó alkatom, mint a Krisztiánnak, de azért én is próbálkozom. A már említett bakui sikerek miatt hosszabb pihenőről jelenleg szó sem lehet Balázs Krisztián életében. A Buenos Aires-i ifjúsági olimpia október elején kezdődik, ő pedig szeretné addig még tovább csiszolni gyakorlatait. Én szeretek tornázni, és most van bennem motiváció, és amit tudom csinálni, addig csinálom. A döntőt mindenképpen várok magamtól, és az érem az még nem biztos, attól függ, hogy milyen mezőny lesz kint, de úgy gondolom, hogyha megcsinálom az erőszereimben a gyakorlatot, akkor lehet. Edzője szintén bizakodó. Nagy Zoltán szerint az elmúlt hónapok bebizonyították, tanítványa a leginkább kiélezett szituációkban tud a leghiggadtabb maradni, ez pedig a bajnokaspiránsok egyik legfőbb ismertetőjele. Most értékeltem én magamban, hogy 2 komoly versenyen vagyunk túl, és mind a 2 komoly versenyen nagyon higgadtan tud állni a szerekhez. Utána nyilván a pontszámok nem mindig izgul az ember, de a gyakorlat ideje alatt azt láttam rajta, hogy maga biztos higgadt.